Kibertámadások, az interneten terjesztett álhírek és félrevezető információk fenyegetik a 2019-es európai parlamenti választás kampányának tisztaságát, figyelmeztetett az Európai Bizottság. Nem alaptalan a félelem, hogy a testület összefogva a tagállamokkal fokozza a védelmi erőfeszítéseit. Nagy a Keleti Artúr, az Informatikai Biztonság Napja főszervezője. Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen támadások, manipulációs kísérletek azok zajlanak és zajlani is fognak. Az amerikai elnök választás, a Brexit, ugye a Cambridge Analytica botrány, ez nyilvánvalóvá tette, hogy igen, ez a tevékenység zajlik. Sőt, a legutóbbi szenátusi meghallgatáson gyakorlatilag az derült ki, hogy az a csoport, akit az amerikaiak felelőssé tesznek a választás befolyásolásáért, ez 2011 óta különböző események befolyásolásában részt vesz, és itt sok százer embert, több millió embert feltétlenül sikeresen formálták a véleményüket, úgyhogy ez egy teljesen valós veszély, amivel most foglalkoznunk kell. Tették ezt a véleményformálást úgy, hogy az érintettek, ez a több százezer ember, a felhasználók gyakorlatilag ezt észre sem vették. Hiszen az ő fogyasztási szokásaikba illeszkedő, annak megfelelő tartalmakat, vagy ahhoz hasonló tartalmakat kaptak, amelyek az adott területen, az adott nyelven, az adott célcsoportnak megfelelően formált üzenetek voltak. Lehet látni, mérni, hogy hány millióan kattintottak rá mondjuk az amerikai patriotizmusra, vagy az amerikai veteránokkal foglalkozó, tematizáló témákra, amelyekről most már utólag látható, hogy ezek mind milyen csoportos manipulációnak az eredményei voltak. Ráadásul még egy kicsit nehezedik a terep, mert nagyon sok ilyen tartalom ugye nem egy valamilyen oldalra került elhelyezésre, hanem mondjuk a YouTube-on, esetleg valamelyik ismertebb oldalon megjelent cikknek a felhasználásával egy ilyen véleményformáló, véleménymanipuláló kampány, esetleg egy jól elkészített mím, egy jól elkészített fotó, tehát valóban a felhasználók, mi észre sem vesszük, hogy éppen a véleményünket formálja valaki valamilyen céllal. Ráadásul az európai parlamenti választás jövő májusban azért nehéz kérdés, mert ugye 27 tagállamról van szó, különféle választási rendszerről, és egyszerre 27 országnak kellene a médiarendszert összehangolni, a megfelelő irányba befolyásolni ezeket a tartalmakat. Szóval rendkívül nehéz feladat. Ráadásul, ahogy említette, ugye megfelelő irányba kellene a dolgokat állítani. Na de mi ez az irány? Ez itt az alapvető kérdés, ugye a szabadságjogokért küzdő újságírók, szakemberek csoportokban éppen azon gondolkodnak, meg azért kritizálják az EU-nak az ilyen irányú gondolatait és tevékenységét, mert nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jó, mi az a standard, amit mindannyian elfogadunk. Hogyan definiáljuk például azt, hogy mi az, ami egy hamis hír, vagy egy manipulációs kísérletnek a paraméterei. Hol tudjuk ezt megfogni? Tehát ugye a Facebook maga is például ugye 20 ezer embert tervez fölvenni, akinek egy részét már fel is vette, akik csak ezzel a dologgal fognak foglalkozni, hogy egyes országokban, egyes népcsoportoknak az aktuális kultúrkörnyezetre meghatározzák, hogy itt ebben a kultúrkörnyezetben mi stimmel, vagy mi nem stimmel, mit fogadnak el, mit nem fogadnak el, és akkor ami ebből kilóg, ezt akár mesterséges intelligenciával, erről is szólnak hírek, mesterséges intelligenciával felismerhetik, ami komoly változás, és erre lehet szabályokat hozni. Jelenleg még pláne egy ilyen közeli választási eseményre, ez még egy meglehetősen indefinit, egy nem jól definiált, nem jól meghatározott fogalom. Erre most így hirtelen informatikusként azt kell mondjam, hogy algoritmust csinálni még nem nagyon tudunk. Az Európai Bizottság is rendkívül bizonytalan. Ugye kiadott közleményükben az áll, hogy elvárja az üzemeltetőktől, hogy gondoskodjanak arról, most idézem a közleményt, hogy a közösségi médiát ne használhassa fel senki fegyverként a demokrácia ellen. Nesze semmi fog meg jól. Igen, köszönjük szépen, mindenki gondoskodjon róla. Ez egy új helyzet egyáltalán a világban ma, hogy a közösségi média éppenséggel, vagy azok a fórumok, ahol ezek a beszélgetések zajlanak, ezek kezében pont emiatt igen komoly hatalom koncentrálódik, és az, hogy ők mit gondolnak jónak vagy rossznak, és hogyan határozzák meg azt, hogy kit zárnak ki a kommunikációból, az egy lényeges kérdés. Pont ezért lenne fontos az, hogy az Európai Unió, hogyha ebben lépni akar, akkor ennél sokkal többet tegyen. Mondja meg, hogy mit is szeretne pontosan, csak ez az, amit nehezen tudnak megmondani. Csak mondjak egy példát, amit szintén kritizálnak az Európai Unió eddigi ténykedésében nem teljesen elégedett szakértők, hogy például az, hogyha
valaki tapasztal egy ilyen jelenséget, hogy őt éppen egy ilyen kampány részeként megpróbálja valaki manipulálni, és ezt nem vette észre mondjuk egy szolgáltató vagy egy közösségi oldal üzemeltetők, az hol tudja bejelenteni. Országonként akár eltérhet. Magyarországon például ugye az NMHH-nak a kéretlen leveleket be lehet jelenteni, de abban már nem vagyok teljesen biztos, hogy ilyen bejelentések tömegével, amit az előbb mondtam, mit tudnának kezdeni. De ez nyilvánvalóan nem feltétlenül a nemzeti hatóságoknak lenne a feladata, ez lehet egy Európai Uniós szintű valami, erre viszont ma még erre szolgáló bejelentő oldalak például csak angolul elérhetőek, ami szintén nem felel meg az Európai Unió általános többnyelvű filozófiájának. Messze vagyunk attól, hogy ezt rendbe tegyük ezt a kérdést. Bár zárójelben megjegyzem, hogy mindig közelebb vagyunk hozzá, mint az Amerikai Egyesült Államok, ahol még csak most kezdik el összerakni, hogy hát ezt a dolgot ezt valahogy máshogy kellene csinálni. Nálunk például már legalább személyes adatok védelméről van megfelelő törvény, és a GDPR az akár ezen a területen is segíthet, hogyha éppen szükség van rá. Meddig az idő sürget, július végéig kellett volna kidolgozni azt a magatartási kódexet, amely rögzíti a portálüzemeltetők feladatait, etikai lépéseit, de hát ezt az Európai Bizottság első olvasatban elvetette. Nem sok idő van már hátra. Én azt látom, hogy két alapvető feladat áll előttünk. Az egyik az az, hogy az üzemeltetőknek sokkal többet kell investálni abba, hogy ezt a kérdést kezeljék. Ezt már elkezdték többen. Az, hogy mennyire lehet ezt majd lokalizálni, például egy ilyen Európai Uniós választási környezetben mennyire lehet ezt 27 országra megtenni, ebben komoly kételjeim vannak. Azért látok reményt, hiszen azért ezek a közösségi oldal üzemeltetők, illetve a nagy technológiai óriások rengeteg pénzt keresnek, dollár 10 milliárdokat a hirdetési üzletből, úgyhogy nekik az, hogy jól profilozzanak, ne szennyezzék be a saját környezetüket, engedjék működni őket, nagyon fontos kérdés. A másik oldal pedig nyilván a törvényhozás, itt nagyobb bajok vannak. Biztos vagyok benne, hogy születnek majd döntések, de azt gondolom, hogy nem lehet jó döntést hozni. Pont azért, mert nem áll még rendelkezésre az általános jó definíciója a informatikai algoritmusokra átalakítva, de mindenképpen szükséges egy ilyen lépésnek a meghozatala. Én azt sejtem, hogy kicsit megcsúszva lesz egy közepes javaslat, amit majd mindenki megpróbál betartani.